Kalmár Ferenc a nevem, KDMP képviselője vagyok a Magyar Parlamentben, és egyben tagja a Magyar Európa Tanácsi Küldöttségnek, Tanácsi Delegációnak. Az Európa Tanácsban az Egyenlőség és Diszkrimináció Ellenes Bizottságnak vagyok tagja, de amiről szeretnék önöknek most beszélni, az egy plénum elé került előterjesztés jelentésről szólt a címe, hogy migránsok haszon a befogadó társadalom számára. Ez a jelentéshez hozzá is szóltam. A jelentés tartalmazott néhány megdöbbentő tényt. Egyik európai országnak a társadalma sem képes reprodukálni önmagát. Franciaország az egyedüli, ami olyan billegő állapotban van. A másik megdöbbentő szám, hogy 2050-ig 10,5%-kal fog csökkenni a munkaképes lakosságnak a száma Európába. Továbbá a bevándorlók aránya ma Európába eléri a 9-10 százalékot. 2050-ig 40 és 50 millió bevándorlót kell befogadjon Európa ahhoz, hogy a jelenlegi intézményrendszer és gazdaság tudjon működni azon a szinten, amin ma működik. Nyilvánvaló, hogy a bevándorlásnak a célországai nem kelet-európai országok vagy közép-európai országok elsősorban, hanem nyugat-európai országok. Felszólalásomban említettem is, hogy a jelentés sajnos nem beszél egy olyan migrációról, ami Európán belüli, hiszen Magyarország például, de más. Közép-Kelet-Európai és Kelet-Európai ország is szembe kell nézzen azzal a tényel, hogy bizony kialakultak hiányszakmák. Azért, mert elvándorolnak a szakemberek keletről nyugatra a jobb fizetés reményébe. Magyarországon például említettem az orvos szakmát, amely egy hiányszakma lett. Nem tudni, hogy az illegális migrációt beleszámították-e ebbe a 40 millióba, vagy sem. Viszont említettem azt, hogy Magyarország déli határain, ugye én magam szegedi származású vagyok, szegedi képviselő vagyok, és tapasztaljuk, az ottani hatóságok mondják, hogy milyen óriási bevándorló migrációs nyomás alatt áll a déli határszakasz, ami egyben az Európa Uniónak is a déli határszakasza. Ez a szám az elmúlt egy és fél-két évben rohamosan nő, én már nem ismerem mondani, hogy hányszorosa az előttinek, mondjuk a 2011-es adatnak a jelenlegi migráció. Említettem azt is, hogy ennek következményei vannak. Migráció és a migránsoknak hatása van az európai kultúrára, főleg, hogy ha ilyen nagy létszámról beszélünk. Hatással lesz az életünkre, hatással lesz a szokásainkra, hatással lesz az értékeinkre, és mondhatnám azt, hogy hatással lesz az arculatunkra, Európa arculatára. Az Európa Tanács épületében párhuzamosan a mostani téli ö, ülésszakkal volt egy kiállítás, egy fotókiállítás, ami a legszebb európai mecsetek fotóit mutatta be. Egy ö, díjpályázat ö, volt, amit egy angliai meccset nyert el, egy Bedfordi meccset. Európának szembe kell nézni ezzel a tényel, ahhoz, hogy megtartsa a gazdasági erejét, az intézmények és a, és a gazdaságnak a működő képességét, valamint ha Európa nem akar lemondani a jó jólétéről, legalábbis ezen a szinten, amin most van, ezt kívánja megtartani, akkor Ezeket a, ezzel a bevándorlási számmal, arányal szembe kell néznie. Ezek a bevándorlók azt az űrt próbálják betölteni, amelyet a meg nem született európai gyerekek hagynak maguk után. Bizony Európának azért, azért vannak tartalékai. Vannak tartalékai, amelyeket csak úgy tudjuk kiaknázni, ha visszatérünk az alapértékeinkre, amelyek a kereszténységen alapulnak. Meg kellene becsülni először is erkölcsileg az anyaságot, a családokat, és megfelelő helyzetbe hozni egész Európába annak érdekében, hogy igenis szülessenek gyerekek. Én úgy gondolom, hogy a magyar gazdaság azzal, hogy elindult, és ha elindul egy erőteljesebb fejlődésnek, ha még jobban elindul egy erőteljesebb fejlődésnek, akkor lehetséges, hogy ezekkel a problémákkal nekünk is szembe kell nézni. Nem egyszerű kérdések, viszont nagyon fontos kérdések, amelyek, mint mondottam, az arculatunkat képesek megváltoztatni. Hogy ez jó vagy rossz, ezt mindenki döntse el saját maga. Én, mint konzervatív képviselő azt mondom, hogy és mint kereszténydemokrata képviselő, hogy íme itt egy újabb Újabb indok arra, hogy menjünk vissza az alapokhoz, nézzük meg a, 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 az alap európai értékeket, amelyek a kereszténységre alapoznak, és azok, a, azok szerint próbáljuk működtetni a társadalmat.